Ma már egyre kevesebben olvasunk klasszikus verseket Adi Endrétől, vagy akár Petőfi Sándor tollából. A verses kötetek is elenyészű számban kelnek el. Ennek igazi okát senki sem tudhatja, talán foghatjuk a fágyorsult világunkra. Péter Lea egy azon kevesek közé tartozik, aki nem szégyeli kezébe venni a verses kötetet. Nem csak olvassa, hanem megszemélyesíti őket és előadja. Vele beszélgettünk most arról, hogy milyen jövő várhat a versekre. Szia, köszöntelek a stúdiónkban. Mikor kezdődött az utat a költészettel, mikor kezdtél el vele komolyabban foglalkozni? Általános iskolás lehettem, amikor életemben először vettem részt egy versmondó versenyen. Ez picit így a tanítónőmnek az unszolására történt. És első helyezést értem el, és hát nyilván akkoriban még főleg az motivált, hogy valamilyen külső visszajelzés érkezett, jó leső volt ez a visszajelzés, és akkor elindultam különböző versmondó versenyeken. Aztán ahogy telt múlt az idő, egyre idősebb lettem, és egyre inkább megtapasztaltam a költészetnek azt az erejét, hogy hogy sok olyan dolgot ki tudok vele fejezni, olyan érzéseket, gondolatokat, amiket lehet, hogy egyébként a saját szavaimmal nehezebben tudnék, illetve hogy a nehéz helyzetekben nagyon jól tudtam hozzájuk kapcsolódni, nagyon jól megragadtak olyan élethelyzeteket, amikkel én magam is küzdöttem, és, és aztán így egyre közelebb került hozzám, és egy idő után már nem csak a versmondó versenyek motiváltak, hanem szabadidőmben is olvastam, tanulgattam verseket, és valahogy az életem részévé vált. Számodra mit jelent egyébként a vers vagy a költészet? Hogyan tudnád ezt megfogalmazni nekünk? azon túl, hogy, hogy az érzéseimet, gondolataimat, ahogy már említettem, ki tudom vele fejezni, vagy velük fejezni, talán leginkább ilyen mankónak mondanám a mindennapokban, főleg a nehéz időkben. Ezt egyébként régebben is többször megkaptam másoktól, hogy általában nehezebb verseket szoktam választani, közelebb állnak hozzám azok, amik valamilyen nehezebb, mélyebb témával foglalkoznak. És hát nyilván ez annak tudható be, hogy, hogy a pozitív érzéseimet, a pozitív gondolataimat, azokat az élethelyzeteket, amikor nem ütközöm nehézségbe, azt könnyebben ki tudom fejezni, illetve ki tudom adni magamból. Akkor viszont, amikor valamilyen nehézséggel küzdök, akkor előveszem a költészetet, a verseket, és, és tényleg mint egy mankót tudok rájuk támaszkodni, segítenek a nehéz időkben, úgyhogy talán inkább ilyen támaszként, mankóként jellemezném őket. A vers mondás, a vers írás, az miben különbözik egymástól? Mi a legnagyobb különbsége a kettőnek? Hát a legnagyobb különbség az talán pont az, amit említettem, hogy ugye aki verseket ír, az nyilván úgy tudja leginkább kifejezni az érzéseit, gondolatait, hogy ő maga szavakba önti, és ezt papírra veti, vagy ugye vannak ma már olyan formák, mint például a slam ahol ez ugye csak szóban közönség előtt történik. A versnek a mondása, illetve a vers tanulása az meg talán pont a másik oldal, amikor a, a saját szavaimmal, gondolataimmal nem tudom kifejezni, ezért másoknak a műveihez nyúlok. És egyébként én a saját életemben is nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy például amikor valami olyan élethelyzet, olyan érzés volt, amit nehezen tudtam a környezetem felé közvetíteni, akkor a vers erre is eszköz volt, hogy egy olyan módját tudja mennek választani, ami mindenki számára elfogadott, és azt tudom mondani, hogy ez valaki másnak a verse, valaki másnak a gondolatai, de közben meg nyilván ott vagyok mögötte én is. És valahogy ez az emberek számára, legalábbis az én engem körülvevő emberek számára befogadhatóbb volt, egy könnyebben megemészthető módja, hogyha más verseink keresztül adtam ki magamból azokat az érzéseket, gondolatokat. Nyilván a kettő az ugye átfedésben lehet, tehát van olyan, hogy valaki a saját ö, maga által ír, írott verset elő is adja, megtanulja, előadja különböző helyeken, de, de pont ezért jó, hogy, hogy mindenki meg tudja találni, hogy számára mi a legmegfelelő. Van, aki ugye a versírás, tehát hogy ő saját maga, van, aki meg mások gondolataihoz, szavaihoz nyúl egy-egy olyan helyzetben, amikor ő maga ezt nem tudja kifejezni. Milyen műfajokhoz szoktál nyúlni leggyakrabban a klasszikusokhoz, vagy inkább romantikát választasz? Milyen műfajú verseket szoktál leggyakrabban választani? Nagyon változó, attól függ, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyok, hogy mik azok a témák, amik aktuálisan foglalkoztatnak én egyébként nagyon szeretem a klasszikus műveket, a klasszikus költők verseit, mert azt gondolom, hogy azok is univerzálisak, tehát nyilván olyan érzésekkel, élethelyzetekkel foglalkoznak, amik a mai kor embereit is érintik, a fájdalom, a szerelem, a gyász, a, a gyermek születése például. Ezek mind mind olyan témák, amik ugye mindig aktuálisak. Viszont nagyon szeretem a kortárs költészetet is. Nyilván a stílusa meg a nyelvezete azért közelebb áll hozzám olyan tekintetben, hogy azért mégiscsak ugye korban közelebb született, és, és, sokszor pont ez, ami megfog benne, hogy, hogy annyira tűpontosan leírja bizonyos érzéseimet, gondolataimat, ami lehet, hogy egy klasszikus műben is ott van, viszont a stílusából, nyelvezetéből eredendően talán nem annyira pontos ahhoz képest, mint amit én is megélek. És hát nyilván, ami éppen foglalkoztat, ugye akkor ebben már említettem, hogy én azért szeretek inkább nehezebb témájú verseket választani, és ez amiatt miatt van, hogy azokat egyébként saját magam nehezebben tudom elmondani, de hogy azon belül is milyen stílusú, vagy hogy kinek a verse, milyen nyelvezetet használ, az teljesen változó attól függően, hogy milyen élethelyzetben vagyok, illetve vannak olyan versek, amik egyszer csak úgy megtalálnak. És nem tudom megmondani, hogy hogy pontosan miért foglalkoztatnak, vagy ö, teljesen független attól, hogy ez egy klasszikus vagy egy kortársmű, egyszer csak úgy megtalálnak, és valamiért az első pillanattól kezdve magaménak érzem őket. Te mit látsz egyébként, hogy mennyire népszerűek ma a versek? Én azt gondolom, hogy, ö, hogy nagyon népszerűek ma is, és én ennek kifejezetten örülök, Nyilván a kortárs költészetnek nagyon nagy szerepe van ebben, hiszen ahogy már említettem nyelvezetben, stílusban sokkal közelebb áll a mai fiatalokhoz, és én egyébként nagyon sok pedagógus ismerősömtől hallom azt, hogy, hogy ők is becsempészik már az oktatásba, és nagyon jól funkcionál olyan szempontból, hogy a fiatalokkal igenis meg tudja szerettetni a költészetet. És hát az, hogy vannak olyan rendezvények, olyan könyvbemutatók, olyan akár szlampoetri, hogyha szlampoetrit nézzük, akár olyan események, amik kifejezetten, vagy hát főleg fiatalokat céloznak meg, akkor ez, ezeknek azért nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy ennek ilyen térhódítása van ma is. És hát nyilván azért, hogyha valaki elkezd akár a kortárs költők versein keresztül közelíteni a költészethez, akkor én azt gondolom, hogy ő is egyre inkább meg fogja találni azt a stílust, azokat a szerzőket, akikhez nagyon mélyen tud kapcsolódni. Szerinted a klasszikus írók versei mennyire fognak fennmaradni mondjuk évek múlva? Én bízom benne, hogy fenn fognak maradni. Az, hogy mennyire fognak, én azt gondolom, hogy hogy azért fontos, és mindannyiunk feladata, aki versmondással, versmondókkal foglalkozik akár, mert ö, én is van, hogy foglalkozom fiatalabb versmondókkal, gyerekekkel is, és mindannyiunk feladata, hogy azért igenis megismertessük velük azokat a költőket, azokat a műveket, amik ugye függetlenül attól, hogy egy régebbi korban születtek, de azért nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy most kortárs költőkről, kortárs költészetről beszélhetünk. És hát ez egy küldetésünk, és szerencsére egyéb

rendezvény, versmondó verseny is bele, -bele a nevezési követelményekbe azt, hogy természetesen nagyon fontosak a kortárs művek és azoknak a népszerűsítése, de azért elvárják, hogy legyen egy klasszikus mű is a repertoárban, és szerintem ez nagyon fontos. Meg hát nyilván attól, hogy egy versmondó repertoárjában ugyanúgy vannak klasszikus és kortárs művek is, attól még színesebbé válik az ő versmondása, illetve maga az ismerete így a világról, meg, meg magáról a költés. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és bízom benne, hogy hogy az érfen fog maradni. Ha valaki szeretne elkezdeni verseket fogyasztani, akkor mit ajánlaná, hogyan kezdjen neki? Attól is függ, hogy milyen korosztályról van szó, természetesen. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy minél többféle verset olvassunk, többféle költőtől, többféle korban íródott, többféle stílusban íródott, többféle nyelvezetű verset. És előbb-utóbb lesz egy olyan szerző, vagy egy olyan vers, ami megragadja az embernek a figyelmét, ami felkelti az érdeklődését. És aztán ezen az úton el lehet indulni. Például, hogyha van egy költő, akinek egy verse nagyon tetszik, akkor meg lehet nézni a költőnek a többi verseit. Aztán nyilván onnantól el fogunk jutni hasonló stílusban író, ö, hasonló korban élő költőknek a verseihez, és akkor így, aztán egyre fokozatosabban nyilván, ahogy minél több verset olvas az ember, annál több vershez fog maga is eljutni, és hogyha már van egy ilyen kapaszkodó, egy ilyen mankó, ha már ugye ezt korábban is említettem, amihez lehet nyúlni, akkor ez nagyon jó támpontot adhat arra, hogy melyik irányba érdemes elindulni. Mit szeretnél üzenni a mai fiataloknak így a versek olvasásával kapcsolatban? Hát a fiataloknak elsősorban azt, hogy talán érdemes kortárs költészettel próbálkozni, illetve kezdeni és akkor utána nyilván, hogyha felkeltette az érdeklődésüket, akkor lehet utána nézni a, klasszikusoknak is, de én azt gondolom, hogy mivel azokat ugye még az iskolában is tanítják a kortárs költők verseit, ezért talán sokszor előfordulhat, hogy előbb találkoznak a klasszikus művekkel, mint a kortárs költészettel. Nem kell a klasszikusoktól sem megijedni, de ha úgy érzik, hogy ez egy picit távolabb el tőlük, akkor nyugodtan lehet a kortárs költők művei felé kacsingatni, és hát nyilván vannak már olyan irodalmi folyóiratok amik online is elérhetőek, lehet az interneten olvasgatni, és nem szabad egyébként megijedni egy-egy olyan verstől, amire elsőre úgy tűnhet, hogy nehezen értelmezhető, hogy nehezebben befogadható, mert lehet, hogy első olvasása valóban az, viszont lehet, hogy később egy olyan élethelyzetben fogja őt újra megtalálni, amikor a semmiből egyszer csak ott terem egy-egy versor, egy-egy gondolat. És, és tényleg van olyan, hogy nem a megfelelő időben és a megfelelő helyen találkozunk egy versen, viszont ezeket nem szabad teljesen félretenni, mert lehet, hogy a későbbi, éle, egy másik életszakaszban visszaköszönnek. Szóval én mindenképpen arra biztatom őket, hogy ne ijedjenek meg elsőre, hanem tovább keressenek, tovább olvassanak művek, kort, költők műveit, akár online folyóiratokat, akár az interneten felelhető, bármilyen formában felelhető verseket, mert nagyon sokszor az tényleg egy kiinduló pont ahhoz, hogy aztán később megszeressék a költészetet, és más területen, más stílusban, más költőktől is nagyon sokat olvassanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőséget. A nézőinket pedig remélem inspiráltuk arra, hogy olvassanak verseket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!